A múlt szombaton és vasárnap bevezetett kiárási korlátozásoknak kedvező hatásai voltak a megyeszékhelyen, így azok a most következő hétvégén is folytatódhatnak. Ha a kormány felhatalmazza a polgármestereket speciális korlátozó intézkedések bevezetésére, kecskeméten a következők várhatók. Az egyéni szabadidős sporttevékenység, szabadidős célú gyalogos közlekedés, háziállat sétáltatása a város közterületein egyedül, vagy ugyanazon háztartásban élőkkel közösen folytatható úgy, hogy másoktól legalább két méter távolságot tartunk. Tilos lesz közterületen tartózkodni péntek éjféltől reggel hatig, szombaton este 10 órától reggel hatig, valamint vasárnap este 10 órától éjfélig. A tiltás nem vonatkozik azokra, akik dolgozni, gyógyszertárba vagy orvoshoz mennek, sőt. Ellátásra. A homokbányán lévő Bringa Park fedett és szabad területein péntek éjféltől reggel hatig, ig szombat este 7-től másnap reggel hatig, valamint vasárnap este 7-től éjfélig tilos lesz tartózkodni. A budai utcai piacot április 25-én és 26-án a 65 év felettiek 10 órától délig, a 65 év alattiak reggel 6 és 10 óra között, valamint 12 óra után látogathatják. Amennyiben az említett korlátozások érvénybe lépnek, betartásukat ezúttal is a rendőrség, a városrendészet és a polgárőrség segíti majd.